Szép jó napot kívánok mindenkinek, Csécs Károlyné vagyok, illeszek ennek a mai délutának a moderátora. Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőket, a pépi választópolgárokat és a megjelent polgármester és képviselő jelölteket. A 14 augusztusi statisztikai adatok szerint Tét városában 4041 fő a lakosok száma. Ebből választásra jogosult 3318 fő. Október 12-én a helyi önkormányzati választás napján 14 szavazókör fog működni Téten, 3 helyi és 1 nemzetiségű. A szavazás 6-tól 19 óráig fog zajlani. A személyi okmányainkkal fogjuk tudni magunkat hitelesen igazolni. Ezek lehetnek a személyigazolvány, útlevél, vezetési engedély, és kell hozzá mindenképpen a lakcímkártya. A polgármester jelöléshez városunkban 100 darab, a képviselőjelöléshez 34 darab ajánlást kellett összegyűjteni. Már tudjuk a végeredményt. 3 fő polgármester jelölt, 15 fő helyi jelölt és 6 fő nemzetiségi jelölt. A választáson 1 fő polgármesterre, 6 fő helyi jelöltre és 3 fő nemzetiségi jelöltre lehet majd szavazni. A választási fórumunknak az a célja, hogy a lakosság megismerhesse a jelölteket, az ő tervüket, terveiket, programjaikat. A fórum első felében a polgármester jelöltek 5-5 percben, a képviselőjelöltek 3-3 percben mondhatják el ötleteiket, gondolataikat. A fórum második felében lehetőség lesz az elhangzottakra vonatkozóan kérdéseket feltenni. Fórumunkat a tervek szerint 16 óra körül szeretnénk bezárni. A forgatókönyv... A forgatókönyvünk a Nemzeti Választási Iroda által sorsolás útján eldöntött sorrendet követni. Most szeretném ezt a sorrendet, a felszólalási sorrendet felolvasni. A polgármester jelöltek sorrendje. Első Kalmár Dávid úr, második Bánfi Lajos úr, harmadik dr. Kukorelli László polgármester úr. És akkor most szeretném is, hogyha elkezdenénk ezt a mai fórumunkat, és akkor elsőként a lehetőség Kalmár Dávid úr. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen először is, szeretném magam bemutatni önöknek, tisztelt hölgyeim és uraim. Kalmár Dávid vagyok, független polgármester jelölt. Törzsiteres téti lakos, nem áll mögöttem egyetlen egy párt sem, egyetlen egy helyi vállalkozó sem, akinek az adósa lennék az esetleges háttértámogatása miatt. Azért jelentkeztem erre a posztra, mert jelen pillanatban úgy gondolom, hogy én vagyok a legmegfelelőbb ember erre a tisztségre. Jelenleg népnek egy fiatal, dinamikus, ambíciózus vezetőre van szüksége, akinek a téti politikai múltja populárka. Szeretném programommal folytatni. A város fejlődése érdekében először is plusz bevételi forrásokat szeretnék kialakítani. És szeretném a kiadásainkat a lehető legkisebbre csökkenteni. Ebben nagy segítségemre lesz a tervezett ipari park. Ugyebár rengeteg cég jöhetne ide, akik fizetnének különböző adókat, többek között iparüzési adó, gépjármű adó, kommunális adó. Pozitív mellékhatásként csökkenne a téti munkanélküliség, nőne a téti átlagbér. A plusz bevételi forrásnak lehetne még az esetleges személyi jövedelemadók egy bizonyos százaléka, amit ugye évente az országgyűlés határoz meg, hogy mennyit kapunk. Itt szeretnék áttérni a központi fűtésrendszernek kialakítására. Jelen pillanatban, hogyha jól tudom, akkor az önkormányzat által vezetett összes épületet gázzal fűtjük. Én két lehetőséget látok. Az egyik az egyes tüzelési kazán beiktatása,
amiben többek között a közmunkások által megtisztított árkokból származó fahulladék is hasznosítva lehető. A másik lehetőség egy széntüzelésű kazán egy karbonrobot beiktatása, esetleg több, attól függően, hogy mennyi épületet látunk el vele. Elsősorban központivá szeretném tenni ezt a hűtőrendszert. Úgy gondoltam, hogy az iskola, az önkormányzat és az óvoda közé egy központi helyre beiktatni. Mi szeretném mind a kettőt egyszerre bekötni, biztonsági okokból, hogyha az egyik aluminium nem funkcionál, akkor ott a másik, nem kell aggódni, hogy nincs fűtés. Önöknek hoztam egy statisztikát is. Leadott hőenergiát alapján csak mérlegelésképpen, hogy mennyi pénzt lehetne ezzel megspórolni. Úgy 1 gigajoule hőenergiáról van szó. Fából 1500 forintba kerülne ennek az 1 gigajoule hőenergiának az előállítása. Fekete szénből 870 forint. Földgázból 3770 forint. Villamos energiából 6547 forint. Aki leosztotta ezeket a számokat, az észreveheti, hogy körülbelül az egynegyede áron ki tudnánk fűteni ezeket az épületeket, amivel rengeteg pénzt spórolnánk meg. Itt mindenképpen szeretnék még kitérni a lakosságnak a folyamatos informálására. Szeretném önöket biztosítani, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy az én szándékaim tisztességesek, és a leendő képviselőtestület szándéka is tisztességesek lesznek. Ezt azzal kívánom bizonyítani, hogy szeretném digitalizálni az összes önkormányzati ülést, és szeretném a névvel történő szavazást is bevezetni, ami dokumentálva lenne, és esetleg 2 hónapján közé lehetne tenni, így utólag mindenki megnézhetni, hogy az által választott képviselők, illetve polgármesterek milyen bizonyos kérdésekben milyen döntéseket hoznak. Továbbá nem tartom igazságosnak azt, hogy 7 ember dönt 4000 embernek a sorsáról. Vannak kérdések, amiket közszemlére kell tenni, és hogyha úgy van, akkor esetleg egy helyi népszavazást véghez vinni. Ennek következtében a lehető legtisztességesebben járunk el a választó polgárokkal szemben. És szeretném, hogy ezek a népszavazások is név szerint történnének, mindenki vállalja a véleményét, akár egy kínosabb kérdésben is. Bízom a jövendőbeli képviselőtestületnek a józan gondolkodásában, támogatásában, ezen terveimben. Elvégre önélkülük nem tudom ezeket megvalósítani. Mondja, van itt még néhány dolog, amit szeretnék elmondani. Ugye, hogy gyűjtögettem az aláírásokat a jelölésemhez. Mindenkitől megkérdeztem, hogy van esetleg kérdése, javaslata, észrevétele. Szinte mindenkinek volt, elvétve volt olyan ember, aki azt mondta, hogy nem minden rendben van. A fő problémákat a járdák állapota, az útparkák állapota, a Kisfalu utca, Kátyúi, az iskola kultúrház állapota okozta, felmerült egy esetleges kertészet kialakítása. Ez csak föld kérdése számomra, a többére lehetne esetleg pályázni, ha sikerül az ipari parkot véghez vinnem, és lesznek bevételi forrásaink, akkor saját költségből is lehetne ezeket feljavítani, felújítani. Köszönöm szépen, köszönjük, és akkor... Jó, köszönjük. Akkor második pont, Bánki Lajos polgármester jelentőnek szeretném neked. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bánki Lajos vagyok, közel 30 éve élek Téten, a családommal. Az első munkahelyem az a Téti tanácsházához, illetve a községházához, illetve később a polgármesteri hivatalhoz kötött. Később a megyei önkormányzatnál dolgoztam, illetve jelenleg a Hírmozsonsopron megyei kormányhivatal üzemeltetés és műszaki osztályát vezetem. A feladatom a megyében lévő beruházásoknak az irányítása, ami a kormányhivatal, illetve a kormányzati szervekhez tartozik, illetve az üzemeltetésnek a koordinálása.
mégis ezzel foglalkoztam az önkormányzati időben is, tehát fejlesztések területén, illetve a vagyongazdálkodás területén. Hogy mi motivált arra, hogy 2014-ben elinduljak polgármesterként, hát sok minden. Beszélhetnék itt az álmokról, amik mindenki számára fontosak, hiszen téten élünk, és itt szeretnénk élni a családunkkal megfelelő környezetben. Tehát ezek az álmok, amik gondolom mindenki számára ismertek, és a leendő jelölt is bizonyos dolgokat megfogalmazott ebben kapcsolatban, de szeretnénk biztos, hogy egy olyan kulturális intézményt, ahol a civil szervezetek és egyéb független, vagy akár hivatalos szervek is a magukért mutatnák a jelenlegi művelődési ászhelyet. Ugye erre voltak erőfeszítések, hogy egy községi művelődési központ, vagy egy városi művelődési központ alapjait szerettük volna az elmúlt 10 évben letenni, és sajnos erre nem volt lehetőségünk. Azt mondom, hogy ezek a dolgok csak mint pályázati forrásokból valósíthatnak meg. Jelenleg a település, a város költségvetése nagyon szükös. Tehát ahhoz, hogy bármilyen fejlesztést el tudjunk érni, ahhoz kizárólag pályázati források állnak rendelkezésre. Nagy előnyünk lesz, hogy a uniós ciklus az elkövetkezendő 7 évben ugye bizonyos forrásokat biztosít. Főként azoknak a településeknek, akik hátrányos helyzetűek, illetve azoknak a kistérségeknek, akik mondjuk az, hogy nem csak hogy hátrányos helyzetűek, hanem nagyon gyenge anyagi helyzettel bírnak. Szeretném, ha ezeket a pályázati forrásokat mi tudnánk használni. Ehhez nagyon sok átalakítása és azt kell, hogy mondjam, gondolkodásra volna szükség. A megválasztásom esetén, illetve a polgármesterként, ha el tudnék kezdeni dolgozni, biztos, hogy a hivatal szervezeti formájába is belenyúlnék, olyan irányban, hogy a adott településen mindenképp egy olyan munkacsoportot, egy olyan szakmai stábot hoznék létre, akik saját hatáskörben tudnának a pályázatokkal foglalkozni. Ez indulna a pályázat megírásától, illetve a tényleges lebonyolításáig. Tehát ebben vannak itt a helyben olyan szakemberek, olyan akár a kistérségből, akár a hivatalból, akik bizonyos munkakör átcsoportosítása ezt a feladatot el tudnák végezni, és nem külső szervezetekre bíznám. Természetesen vannak olyan feladatok, amit csak külső szervekkel lehetne megoldani. Még az álmokról. Nagyon fontos volna nekünk egy település központ. Az elmúlt időszakban nagyon sok kisváros, városközpontja megszépült, Fertő, Pannonhalma, és azt hiszem ebben nagyon nagy hátrányt szenvedtünk, hogy téten erre sajnos nem volt lehetőség, vagy nem tudtuk megragadni ezt a lehetőséget. Én mindenképp a kisiskola sorsáról döntés szeretnék, ha akár helyi szavazással, akár önkormányzati döntéssel, akár képviseleti döntéssel, de mindenképp egy adott helyszín lehetne egy városközpontnak. Én személy szerint nem tartanám meg a kisiskolát, hanem egy városközponti magot alakítanék ki a helyén. Nagyon fontos koordinális kérdés a személyhelyzet. Sajnos nem maradtunk, és azt kell, hogy mondjam, ez egy kis rossz szájízzel. Az, hogy nem lett hulladék átrakónk, az egy dolog, mert ugye ez egy nagyobb volumen, de meg lehetett volna, tehát ezt ingyen megcsinálták volna ezelőtt 5-6 évvel, tehát amikor a hulladékgazdálkodás Győrben elkészült, sajnos azt kell, hogy mondjam, bizonyos körök ezt szavazták, illetve bizonyos vélemények ellen voltak. Ezáltal nem, hogy hulladék átrakunk, még egy egyszerű hulladék udvarunk sincsen. Az összes településen megtalálható. A demokrácia az egy nagyon szép dolog. Ugye a közös az, ami mindenkié, vagy az, ami senkié. És közös értékeink közül azt mondjam, hogy a demokrácia egy nagyon lényeges kérdés. Azonban bizonyos dolgokat fel kell válni egy önkormányzatnak. Azáltal, hogy egy szűk kör mondjuk bizonyos feladat mellé áll, mert az érdeke azt kívánja, az... Nyugodtan, tessék, be kell. Jó. Egyet tudok ígérni, vagyis ígérni nem szeretnék, azt tudom mondani, hogy olyan polgármesterként szolgálnám a települést, aki igazi gazdája lenne talán a településnek. Tehát én egy gyakorlatias ember vagyok. Ténylegesen szeretek a feladatok mellé állni és csinálni is.
Szeretnék egy ilyen képviselőtestületet, szeretnék egy fiatal, dinamikus testületet, a polgármester jelöltként, illetve szeretnék egy rugalmas önkormányzati hivatalt, amit ténylegesen minden szempontból a település érdekét tudnák szolgálni. Köszönöm szépen! Most a szó dr. Pokereli László polgármester. Köszöntök én is mindenkit, és legelőször is köszönöm, hogy 4 éve nekem szavaztak bizalmat. Túl sokat nem mondanék arról, hogy ki vagyok, hiszen az elmúlt 4 évben azért megismerhettek. Annyit, aki esetleg még nem ismer, vagy nem tudja, akkor elmondanám, hogy jogász-szociológus végzettségem van, a család pedig törzsgyökeresen téti lakos, és én soha nem költöztem el Tétről, kivétel az egyetemi éveimben, mert akkor muszáj volt az egyetemen, egyetem kollégiumában laknom. Most ami nagyon lényeges, és amit mindenképpen szeretnék leszögezni, hogy az elmúlt 4 évben tulajdonképpen egy kettősség határozta meg az én munkámat is, meg a testület munkáját is. Egyrészt voltak örökségeink, mert nagyon örülünk annak, hogyha pályázatokat nyerünk, és erre azért is térnék ki, mert mi is nyertünk pályázatokat, meg nyerünk is pályázatokat remélhetőleg most pont a ciklus végén, és ez nem azért van, mert hogy választási kampányként szeretnénk pályázatokat nyerni, de ezeket a pályázatokat nem elég megnyerni, hanem meg is kell valósítani. És az a két nagy pályázat, ami 1,2 milliárd forint értékben adott ide Tétre beruházást, az úgy gondolom, hogy a tétiek javát szolgálja most is. Gondolok itt a gyógyítóházra, gondolok itt az iskolára. Nem volt egyszerű, nagyon sok hatósági buktató volt, és nagyon sok olyan feladat, amit meg kellett oldani. És nagyon sok örökség volt ebben. Azon kívül csak címszavakban azért mégiscsak meg tudtuk oldani, hogy megújuljon a bölcső, de szintúgy pályázatból bővüljön a óvodának az egyik szárnya, és így új csoportszobája legyen. Azért ugye az előző, az iskola beruházás kapcsán azért mégiscsak új konyha lett. Ezentúl szülői összefogással, amiért nem tudok elég hálásnak lenni a téti lakosokért, lakosoknak, új játszóterünk alakult, az óvoda udvarán játékok kerültek elhelyezésre, és hát az anyagi lehetőségeknek a függvényében azért mégiscsak foglalkoztunk a csapadékvízzel vezetéssel, ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy amikor én meglettem választva, akkor utána rettenetes felháborodásként a Debrecen utca végéből jöttek a hírek, hogy úsznak a kertek. Érdekes, a mostani esőzés alkalmával egyetlen egy ilyen hírt nem kaptam. Tehát akkor, amit akkor végeztünk és kialakítottunk csapadékvízzel vezetést, az mégiscsak jól működik. Vagy akkor nem tudom, hogy miért nem szóltak nekem, hogyha mégsem. Ezen túlmenően a jövőre nézve, és azért mondtam, hogy nem elég egy pályázatot megnyerni, azt meg is kell valósítani. Aláírtam a támogatási szerződést az óvodának a további bővítésére, hiszen úgy néz ki, hogy a gyerek létszám ezt indokolja. Ezen kívül reményeink szerint 1-2 héten belül, mert a mai napon benyújtásra került, döntés születik egy olyan pályázatról, amelyben az iskolának a külső szigetelése, napelemmel történő ellátása fog megvalósulni. Ezt csak úgy azért jegyezném meg, mert néha hallani azt, hogy mert téten nincsen megújuló energiával való foglalkozás, de hogy nem. A kistérség keretein belül 4 épületre került téten napkollektor használható melegvízellátás okán. Lehet, hogy nem kommunikáltuk eléggé, de mégiscsak megtörtént, és ez egy 80 milliós beruházás volt egyébként a kistérség területén. Tehát ha úgy reményeink szerint, ha sikeres lesz a pályázat, akkor egy keokos pályázat okán meg fog valósulni a régi iskolának a külső szigetelése, ablakcseréje, napelemmel történő ellátása, ugyanez vonatkozik a régi bölcsőke épületére, orvosi rendelőklik dolgozik jelen pillanatban ezen a helyen.
Én is úgy gondolom, és ezzel különösebben nem is fogunk vitatkozni sem a lakossággal, sem a jelöltekkel, hogy amennyiben ezeken a beruházásokon túl vagyunk, és a megfelelő állami elszámolások és a visszajött pénzek megérkeztek az önkormányzathoz, akkor a következő két dolog, amivel mindenképpen foglalkozni kell, az a művelődési ház meg a utak állapota. A művelődési ház tekintetében kettő mondat lesz még, csak a művelődési ház tekintetében úgy gondolom, hogy ha 30 év alatt nem költött senki a művelődési házra, akkor ne álmodjunk arról, hogy egy új művelődési ház lesz, hanem először próbáljuk ezt olyan szinten rendbe tenni, hogy ne szégyenkezzünk miatta. Az utak állapota tekintetében pedig megvannak azok a ajánlatok, amelyek tekintetében bármikor el tudjuk indítani a beszerzéseket és a megvalósításokat. Árakat azért nem mondanék most, hiába kérdezik is tőlem, mert hogyha bekérnénk ezeket az ajánlatokat, akkor nem szeretném, hogy valaki abból előnyt kovácsoljon, hogy feltétlenül annyi összegért csinálja meg az utakat, amennyiért egyébként lehet, hogy nem kellene megcsinálni. Aztán természetesen lehet tovább haladni. Ezek a legfontosabbak, hiszen én úgy gondolom, hogy mindig fontossági sorrendet kell kialakítani, és amire van pénzünk, abból kell építkezni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! És akkor most következnének a képviselőjelöltek. Először a sorrendet szeretném felolvasni. Fülep Gábor, ifja Blank Ferenc, Fodor Pálmén, Csécs Katalin, Cifrik Sarolta Gabriella, Balanyai Zoltánné, Akerman László, Gombásné Hóbor Izabella, Kovácsné Töreki Réka, Balanyai Zoltán, Boros Zoltán István, Csemesz Katalin, Nagy Otto László, Rendes Robertné, Gulyáné Csizmaria Hajnalka és Dr. Mansa Tímea. És akkor most szeretném megadni a lehetőséget Van Ferenc közül az ifjaknak, hogy a gondolja, akkor szívesen hallgatjuk az ötletet. Vagy itt, vagy ott, hát én... Akinek szüksége van mikrofonban, szívesen, mert úgy gondolja, hogy mikrofon nélkül, akkor... És akkor 3 perc lesz most itt a Üdvözlöm Önöket! Ifja Blank Ferenc vagyok, 33 éves, házas, két gyermek boldog édesapja. Születésemtől fogva Téten, 14 évet Észenkuton élek. Ahol munka mellett húsmarha tartással és fölműveléssel foglalkozunk édesapámmal. 8 éve dolgozom Téten a Sokoló Kft-nél, mint beszerző. Ezen okokból kifolyólag ismerem a településünk problémáit, lehetőségeit. Tagja vagyok a Téti Ifjúsági Fúvózenekarnak, és elnökségi tagja vagyok a Bencés Diákok Győri Egyesületének. Egy rálátásom van a civil szervezetek problémáira is. Fontosnak tartom és támogatnám egy kerékpárutat Tét és Tétszentkút között, játszótereket, közösségi terek létrehozását. A város körüli hulladék problémák megoldását, gondolok itt az Ürgehegyi problémára, a tégabető jelenlegi formájára, ahol ismételten gyűlik a szemét, és a külterületi átlókban elhelyezett szemétkupacokra. A városi ingatlanainkat, például a kultúrház és a dutjainknak rendbetételét. 2015-ben a tétszentkuti Pádói Szent Antal katolikus templomot szeretném bekapcsoltatni az Akácvilág turista útba, mint ahogy tavasszal a téti evangélikus templomot és a Kányhegyet is bekapcsolták a bencés regdiák barátaim. Úgy gondolom, ahhoz, hogy településünk igazán fejlődhessen, többek között szükség van egy változó szellemű, hatékonyan együttműködő, fiatalos képviselő testületre is, akik tudnak gördülékenyen együtt dolgozni. Ehhez kérem az Önök támogatását. Hiszem, hogy egy jó szándékkal, emberséggel, közös kitartó munkával előbbre jutunk. És Tét városunk jövője, köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen a lehetőséget a művelődési ház munkatársainak, hogy elmondhatom a bemutatkozómat, ugye a meghívóban szeretett a bemutatkozás és elmondani a programokat. Libor már többször elmondta, hogy Fodor Pálné vagyok, a Tétieknek Csécs Kati. Ugye itt születtem Téten, és azóta is itt élek. 3 gyermekem van, és most már egy unokám, a lányom szült, és 10 hónapos kisunokám van.
A férjem a Szerecsenyből való, őt is lehet, hogy ismerik a tétiek, hiszen a Borsa agyár területén, amikor még működött az ELZE, ott volt üzemvezető a férjem. A tanulmányaimat először tanítóképzőn végeztem, utána matematikát és számítástechnikát végeztem el Szombathelyen, majd tanítóigazgatási szakértő lettem. Az iskolában matematikát és számítástechnikát tanítok, valamint az igazgatóhelyettesi feladatokat látom el. Vannak önként vállalt feladataim is, és itt többször előfordult az, hogy pályázat, pályázat, pályázat. Én szeretném elmondani, hogy nagyon sok pályázatot írtam, nyertem, és a kezdetektől egészen a végig levezényeltem, nem csak az iskolai pályázatokat, hanem az egyik pályázat, amiért elhangzott itt, hogy az óvoda bővítését azt is én írtam, és próbáltam segítettem megvalósítani egészen a pénzügyi beszámolóig mindegyiket. Vannak olyan pályázatok, amit TIOP, TÁMO pályázat, a TIOP-os pályázat például a könyvtárnak az informatikai fejlesztése, az 7 millióból valósult meg, az iskola könyvtár fejlesztésénél 5 milliót nyertem pályázaton. Egy TÁMO-os pályázaton, ahol ugyancsak az iskolának is, ugye a tét iskolán rá kell mondani azt, hogy nem csak a tét tartozik hozzá, hanem tagintézményen is vannak. 20 milliót nyertem pályázaton délutáni elfoglaltságoknak a értelmes eltöltésére, szakköröket, egyebeket tudunk belőlük megvalósítani. Igen, csoportszobák mondtam. Több civil szervezetnek is tagja vagyok, és nagyon szégyellem bevallani, most már valóban tagja vagyok. Nem érek rá annyit énekelgetni a dalkörrel, a hagyományos egyesületben, és inkább most csak a támogatásomat tudom adni. Nagyon sok elfoglaltságom van, megmondom őszintén az iskolával kapcsolatosan. A terveim. Én szeretném ugyanezt folytatni, amit eddig is csináltam, tehát én szeretném vállalni azt, hogyha bekerülök ebbe az új testületbe, hogy a pályázatokat én szeretném ugyanígy, ahogy eddig koordináltam, meg megírtam őket. Sok estém ráment, én sokat foglalkoztam ezekkel, és ismerem az uniós pályázatoknak a mikéntjét, és hogy hogyan kell azokat megcsinálni. Örülök annak, hogy új ciklus indul, és remélem, hogy ezekbe a pályázatokba is részt fogok venni. Még egy mondatot szeretnék elmondani, hogy szeretném, hogy valóban, ahogy az egyik polgármester előtt is mondta, hogy egy nagyon szép városközpont alakuljon ki, és nagyon szeretném, hogy a zenepavilon is legyen a zenekarosoknak. Köszönöm szépen! És akkor most a következő, Cifrik Sarolta Gabriella. Sárnyom, légy szíves, akkor hogy lefordítom, hogy bocsánat. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én engedjék meg, hogy inkább papírról olvasok, mert most még egy kicsit izgulok. Már régen álltam ilyen nagy közönség előtt. Cifrik Sarolta vagyok, Téten születtem, és a középiskolás éveket leszámítva mindig Téten éltem és élek. Követve a családi hagyományt, már 32 éve a kicsiket tanítom a helyi iskolában. Erre példát nagyapám Süke László mutatott, aki Téten volt iskolaigazgató tanító, és akire még ma is szeretettel emlékeznek. Szeretném, ha közéleti munkámmal hozzájárulnék városunk fejlődéséhez. A pedagógus munkám során megismertem tanítványom családi helyzetét, tudom, hogy mindig szorulnak támogatásra. Tanítónéniként is igyekeztem segíteni, s ezt szeretném folytatni képviselőként tágabb keretek között. Látom, hogy a családokon kívül sok egyedülálló idős ember is támasz nélkül áll. Ők is rászorulnak kisebb-nagyobb segítségre. Például eljutni a helyi egészségkár szakrendelésére, vagy győri egészségügyi ellátásra. Ugyanilyen nagy gondot okoz, hogy a helyi iskolások eljussanak városunkon kívüli versenyekbe. Ezt a problémát is meg kell oldani. 15 éve létrehoztam a Mazsolet Egyesületet, ami azóta is nagy létszámmal és egyre több szép eredménnyel dicsekedhet. Így az egyesületek működésének nehézségeit is ismerem. Van néhány útszakasz, középület, amely városunknak nem tisze, hanem szégyene. Ha szeretnénk, hogy a fejlődés külsőleg is megmutatkozzon, pénzt kell rá fordítani. Még lehetne sorolni a tennivalókat, de az 5 év mindenre nem lesz elég. Amit lehet, igyekszem megvalósítani, hogy városunk szebb virágzóbb legyen.
Ehhez kérem az önök támogatását is, hiszen a jármondatom és a Tét városunk jövője. Köszönöm szépen! Köszönöm. Következik Baranyai Zoltánné. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és én először is két köszönetet szeretnék mondani önöknek. Az első az lenne, hogy 4 évvel ezelőtt szavaztak rám, és belekóstolhattam a képviselői munkába. A második köszönet viszont a műház dolgozóit illeti, akik lehetőséget biztosítottak arra, hogy most itt lehetek, és újra bemutatkozhatok önöknek. Én nem vagyok törzsgyökeres téti, én 27 éve élek Téten a családommal, már jó sok éve, igen, és én szeretek itt lakni Téten, és szeretnék önökért, önöknek dolgozni. A terveim közül annyit emelnék ki, mert nem szeretnék könnyelmű ígéreteket tenni önöknek, hogy a pályázati lehetőségeket szeretnénk kihasználni maximálisan. A civil életemben én a Téti Kistérség gyermekjólét és szociális intézményében dolgozom, szociális területen, és az önkormányzatnál is ezt a szociális munkát vittem tovább, így a szociális bizottságban dolgoztam. És ha bizalmat szavaznak nekem, akkor szeretném továbbra is ezt folytatni. Köszönöm szépen! Akár Vallászló alpolgármester úr következik. Nagy tisztelettel. Megkapcsoltam én is. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Közben azon gondolkodtam, amikor kaptuk a levelet, hogy itt egy bemutatkozó délutánon kell részt vennünk, hogy vajon be kellene nekem egyáltalán mutatkoznom. Örömmel vettem azt, hogy nagyon sok kedves ismerős arcot találok itt helyben, de ugyanakkor egyik részre egy kicsit sajnálom, hogy egy kicsit kevesen vagyunk, és főleg fiatalokat egy kicsit hiányolok magam részéről. Én törzsgyökeres téti vagyok, Téten születtem. Azt hiszem, hogy az egész életem egy szinte egy nyitott könyv volt a téti lakosok számára, hiszen itt éltem le életemet. Iskoláimat is itt végeztem, majd Győrbe folytattam. Utána pedig Téten az autójavító vagy a Vasas Kártyájhezbe kezdtem el dolgozni, ahol 45 évet dolgoztam le, egyben ez volt az első és az utolsó munkahelyem is. Hogy sportjelben szóljak, itt végigcsináltam a szamállétrát, szakmunkásként kezdtem, majd egyen csoport, brigádvezető, csoportvezető, és itt végén a részlegvezető, vagy üzemvezető, és végén pedig 12 évig modorfelújító szövetkezetnek az elnöke voltam, ahonnét nyugdíjba mentem. Gondolva a nyugdíjas évekre, 94-ben külső javaslatokra, felkérésekre, megmérettem magamat, és elindultam képviselő választáson. 94-ben megválasztottak, és az 5. ciklust csináltam végig. Ez elmondva is 20 év. Először a pénzügyi bizottságban az első ciklusban kaptam lehetőséget, a második ciklusban pedig az ifjúsági kulturális és a sportbizottságnak az elnökségét, tiszta rám az akkori testület és a polgármester úr. Volt rálátásom az önkormányzati életre, a képviselői munkára. Azt hiszem, hogy az összefogásnak, az együttgondolkodásnak az eredménye lett az, ami idáig is ebben a kisvárosunkban a fejlődéshez és az előbbre lépéshez kellett. Mindig is az voltam és arra törekedtem, hogy a két város, vagy előtte még a falunak, a lakosságnak az értékeit képviseljem és az én érdekükben járjak el. Köszönöm az eddigi támogatásukat, bizalmukat, kérem önöket, ha továbbra is bizalmat adnak, adják meg a szavazatokat rám, úgy, mint idáig is Tétváros embereinek az érdekeit fogom képviselni, a magam és a legjobb tudásom szerint. Köszönöm szépen!
mutatni Töregi Réka a következőt. Köszönöm szépen a lehetőséget a bemutatkozásra. Kovácsné Töregi Réka vagyok, független képviselőjelölt, 35 éves, két gyerekes anyuka, és 13 éve vagyok téti lakos. Vállalkozó vagyok, ingatlanirodát működhetek Téten 2002 óta. Néhány évet tanítottam a helyi iskolában és gyógypedagógusként. Tagja vagyok a szülői, óvodai szülői munkaközösségnek. Lelkes kis csapatunk tevékenységének köszönhetően jó sok új játékkal bővült már az óvoda udvara. Rendszeresen szervezünk gyermekszínházi előadásokat. Tavaly nagy sikerű óvodásbál tartottunk, családi napot. És megemlíteném még, hogy én szervezem a téti bababőrzéket is. Képviselőként is ezt a csapatmunkát szeretném megvalósítani. Azt gondolom, hogy egy lelkes, egy fiatalos, vállalkozó szellemiségű testület igazán hasznára válhatna a városnak, és sok mindent tehetne a fejlődés érdekében. Ingatlanos tapasztalataimat felajánlva arra gondoltam, hogy a város segítségére lehetnék abban, hogy például a középületeknek, a közintézményeknek a gazdaságos üzemeltetését, hasznosítását segíthetnék kidolgozni, egy esetleges bérlakás programra is gondoltam ennek kapcsán. Vállalkozóként fontosnak tartom, hogy a helyi vállalkozókkal a város egy kölcsönösen előnyös együttműködést tudjon kialakítani, amiből mindegyik fél úgymond profitálhat. Nagyon fontos lenne számomra is, és azt mondom, hogy az itt élők számára is, hogy a középületek, közterületek megszépüljenek, hogy szép parkok, játszóterek alakulhassanak ki, hangulatos kis teraszok lehetnének még a városkép megszépítése érdekében fontosak. És munkaközösségi vezetőként tapasztalatot szereztem abban is, hogy a rendezvényszervezésnek, a rendezvényeknek mennyire előnyös, mennyire jó közösségépítő szerepe van, és fontosnak tartom továbbra is azt, hogy minél több programot, minél több rendezvényt szervezzünk a kicsik és nagyobb igényei szerint, mondhatni, a helyi hagyományokra támaszkodva. És ami a legfontosabb, amit én a legfontosabbnak gondolok, amit már az előttem szólók is kiemeltek és hangsúlyoztak, hogy kialakíthassuk végre egy olyan vonzó városképet, ami igazán büszkeségünk lehetne, és hogy elmondhassuk végre azt, hogy jó itt tétinek lenni, és ezzel kapcsolatban ugye egy kicsit haza is beszélve, hogyha vonzó városképünk alakulna ki, akkor elmondhatnám én is azt büszkén, hogy végre értékesek lennének a téti ingatlanok. Kérem, hogy szavazatukkal támogassanak a közös céljaink elérésében, és én is elmondanám a jelmondatunkat, mi szerint a tét városunk jövője. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Boros Zoltán István. Sikerült. Nagyon sok szeretettel és főleg nagy tisztelettel köszöntöm a kedves téti polgárokat. Mindenki tette, én is érzem kötelességem bemutatkozni, még annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy már nagyon-nagyon sokan ismernek. Boros Zoltán vagyok, habár a médiában és más egyéb helyeken ugye, hivatalos formában Boros Zoltán István képen és a kedves konferencié is így titulált. Azt hiszem, hogy unokáikaim, gyerekeiken keresztül nagyon sokan ismernek már, hiszen 21. évet kezdem, 20 éve vezetem a helyi iskolát, kistérségi, most meg már tankerületi iskolát, amely több település Győr, Szemerét, Rábacsicsit, Móricidát foglalkozásában. Az elmúlt időszakról megpróbálok nagyon röviden, hiszen képviselősködni is az önök kedves jogoltából 20. évet csinálom. Én úgy gondolom, hogy Tét sokat fejlődött, de még több fejlődni valója van. Járási hivatal, járási központ lettünk. Van rendőrőrsünk, ami csak rendőrállomás volt egy időben. Szerencsére állományt sikerült gyarapítani, és azáltal rendőrőrsünk a földhivatalban rendelkezik Tét, okmányirodában rendelkezik Tét. És azt hiszem, hogy a legutóbbi idők nagyon fontos kérdése,
hogy egészségügyi centrummal rendelkezik városunk, és igen nagy körből, igen széles körből. Hadd mondjam így egy picit pozitív, de talán negatív értelemben, és terhelik meg a környék lakosai a rendelőintézetet. 100%-on felüli, a körüli a teljes kihasználtság. Nem szeretnék statisztikai számárból belemenni, de egy-két aggályoskodó, akkor kezdéskor aggályoskodó oldalattal szemben, és a panonhalmi első pár évvel szemben a téti egészségügyi intézmény egyelőre, és bízom benne jövőben is, nagyon-nagyon szépen fog prosperálni. Azt is tudni kell, hogy még ezen felül is az egészségügyi jelenlegi finanszírozási állapotát figyelembe véve Tét városának azért még ebben az évben is, és ha nagy változás nem lesz, a jövőben is anyagi erőforrásokat kell fordítani arra, hogy ilyen formában ez a szolgáltató centrum működjön. Egy másik beruházáson is túl vagyunk, azt hiszem a település, elsősorban a gyerekek nagy remélet, elkészült az új iskolaszár, és az előttem szólók már tettek említést arra, hogy jelen pillanatban készül az a pályázat, amely a mellette lévő öreg épület részben energetikai megújulását és formai megújulását is kilátásba helyezi. Nagyon bízom benne, hogy ez is megvalósul. Néha egy-egy államhoz nagyon sok idő kell. 14 évvel ezelőtt indult az új iskola beruházás, azért 14 év alatt sikerült. Abba bízom, hogy az előttünk álló új feladatok településünk szépítése, megújítása a civil szervezetek, egyesületek révén, vállalkozók eredményesebb bevonásával ezt a lendületet csak fokozni tudja, és ezért vállalkoztam arra, hogy ismét az önök szavazataira bízom a döntést, hogy segítsen a Tétváros fejlődését. Köszönöm szépen! Csemesz Katalin képviselő következik. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Azt hiszem, sokan ismernek, de lehet, hogy sokan nem. Csemesz Katalin vagyok. Én Amerikában születtem, nagyon-nagyon régen, és 16 éve élek itt Magyarországon, és őszintén mondom, hogy soha sem éreztem annyira otthon magam, mint itt éltem. És itt szeretném leélni a hátralévő életemet, és arra gondoltam, hogy én is részt szeretnék venni abból, ami a városba folyik, és pályázatokon keresztül mindenre támogatást nyújtok a testületnek, hogy azért Tét a mi otthonunk, és hát hogy kell ezt most szépen mondani, szeretnék képviselő lenni, mert én úgy érzem, hogy nagyon sok mindent lehet ezzel a várossal csinálni, és elérni azt, hogy a gyerekek az utcán tudnak játszani zebrákkal, ellátva körforgalomban le, és akkor lelassítjuk a kamionokat, a gazdasági növekedést Téten is el fog érni, és akkor itt is beruházásokat lehet végrehajtani. És hát, érdekes vagyok, én soha sem beszéltem valamivel előtt. Amikor gondolkoztam azon, hogy mit szeretnék ma mondani, én láttam, hogy a téti piac minden vasárnap kevesebb és kevesebb ember ment ki, hogy jóformán alig létezik, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha a kis térségben minden otthon termelő kisgazda el tudja hozni a termékeiket, még a megyen keresztül a palackon át minden évben, minden hétvégén, ahol csak a téti, hát nem téti, hanem a kis térségben magyar termékeket lehet átadni a kedves polgártársaikat, és akkor tudjuk, hogy az nem egy multi, az nem egy külföldi áru, hanem az így saját magunk felmett dolgok. Az nagyon hiányzik nekem az a kis téti piac, ami minden vasárnap szoktunk elmenni, mert jóformán ott én semmi szeret. Azt hiszem, az egy nagyon fontos dolog benne. Én kicsit zavarban vagyok, mert én így van az utolkozta.
ha október 12-én el tudom nyerni a bizalmat a téti emberektől, akkor én nagyon szívesen önökért mindenre képes vagyok tenni, csinálni, hogy a mi kis hazánk szebb és szebb legyen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyot László úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Egy nagyon rövid bemutatkozásra gondoltam, mert azt hiszem nem én vagyok itt ma a legfontosabb. Nagy Otto László a nevem, valóban így van. 24 éves múltam valamikor. Két gyermekem van, egy 32 éves lányom, egy 26 éves fiam, meg két unokám. 5 és 7 évesek. Ebből látszik, hogy mennyire fiatal vagyok. Gépészmérnök az eredeti végzettségem, második diplomám műszaki tanár. 15 évig dolgoztam a Rába gyárban, abból 11 évig voltam a futóműgyár műszaki vezetője. 90 óta pedig saját vállalkozásaimat vezetem. Téten is voltam már képviselő testületben egy ciklussal ezelőtt. Ahogy látszik rajtam, ha rám néznek, az ellensúlyt képviseltem ott is. Talán valami ilyesmi most nem lenne szükséges, hogyha megkapom a bizalmat önöktől és ismét a testületbe kerülök, mert az az elképzelésem, és ez elhangzott már az előttem szóló részéről, akár a polgármester jelölteket hallgattuk, akár az eddigi megszólalt képviselő jelölteket, hogy az összefogás, az együtt gondolkodás, az egy közös jó célért történő együtt munkálkodás az lenne az én célom is. Részletesen az összes programpontomat nem akarom most ismertetni, ezt a mostani hétvégén és a jövő hétvégén megjelenő Rába közi magazinban részletesen elolvashatják, remélem meg is teszik. Egy-két gondolatot csak a legfontosabbakról. Elhangzott már érintőlegesen, én első hangsúlyt a civil szervezetekre teszem. Ugye Katalin szólalt fel előttem, és nála jobban nem tudom én sem, még az kint töltött amerikai éveim után sem, hogy Amerikában a legerősebb, azt hiszem, de egész Európában, Kelet-Európában, illetve Nyugat-Európában nagyon fontos a civil szervezetek helyzete. Úgy a kormányok, mint a helyi közösségek rendkívül sokat nyerhetnek a civil szervezetek működéséből, így én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb ezeknek a civil szervezeteknek a megerősítése, és annak az erőnek a kihasználása, ami ezekben a civil szervezetekben rejlik. Azt hiszem, hogy az egész közösség, Tét lakossága, mint civil szervezet, valamelyik civil szervezet tagja, így ha a civil szervezeteket bevonjuk a közös célok megvalósításába, akkor tulajdonképpen az egész lakosságot bevontuk. A másik nagyon fontos, ami szintén elhangzott ugyan, de csak érintőlegesen, az időseknek a helyzete. Nem csak azért mondom, mert lassan én is odajutok, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy akik életet ledolgoztak, azok szép életet élhessenek, és nekünk mindannyiunknak az a célunk, hogy ezért a szép életért dolgozzunk. Nem csak azért, mert egyszer mi is odajutunk, hanem azért, mert hálával tartozunk azoknak, akik itt vannak. Többi részt kérem, szíveskedjenek elolvasni a mai és a jövő heti Rába közi magazinban, és én is csak azt tudom mondani, hogy itt a Téta városunk jövője, és az önök kezében van. Legyünk országos hírűek újra, hogy itt voltak a legtöbben szavazni. Ezért tegyenek meg önök is mindent a saját környezetükben. Köszönöm szépen! Rendes Robertné képviselő jelölt. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy ajánlásaikkal lehetővé tették, hogy ismét itt állhatok Önök előtt. Rendes Robertné vagyok. Az életkoromat nem mondom, mert így nagyon fiatal testületre számítanak a polgármester urak. 32 éve vagyok a Téti iskola tanára. Történelmet, orosz, és hát orosz tanítottam, most pedig történelmet és németet tanítok. 2010-ben is megtiszteltek bizalmukkal, ezt is nagyon köszönöm. És vállalnám azt, hogy a következő 5 évben is a város az önök érdekeit képviseljen. Meg
megkérdeznék tőlem, mi lenne az első és legfontosabb feladat, én azt mondom, hogy sok-sok fontos feladat van, elsődleges feladatokról szeretnék most beszélni. Az első számomra, amit Bánffy polgármester úr jelölt is mondott, hogy egy pályázatíró szakértői csoportot kell létrehozni, mert Tét csak akkor fejlődhet, ha ide pénzek jönnek. Hallgatom az álmokat a városkép kialakításáról, az új művelődési házról, az utakról és a járdákról. Mindez csak akkor valósul meg, ha élünk az uniós pályázati kiírásokkal, és ide valóban egy szakértői csoport jön, aki a pályázatfigyeléstől egészen a pályázat lebonyolításáig, a megvalósításig végigvezényli a pályázatot. Ez az egyik. A másik, gondokat, problémákat fogalmaznak meg önök az utcán, egymás között a boltban, a piacon. Ismerjük a gondokat, és a képviselőtestületnek, a megválasztott polgármesternek az lesz a feladata, hogy az önök gondjait, a problémáit oldják meg. Akinek nincs munkahelye, az azt szeretné, hogy Tét városában minél több munkahely legyen. Én azt is tudom, hogy itt van a Sokorú Kft. És kis- és középvállalkozások, de egy 4000, közel 4200 lakosú város még 2-3 Sokorú Kft.-t is elbír. Miért jó ez, ha van munkahely? Van iparüzési adó, és az iparüzési adóból lehet az álmokat. Iparüzési adóból is, és a pályázati pénzekből lehet az álmokat megvalósítani. Legfontosabb a munkahelyteremtés és a pályázati szakértői csoport létrehozása. Fontosnak tartom én is, ahogy az előttem szóló, a civil szervezetek támogatását. Egy társadalom civil szervezetek nélkül nem működik. Ezt Tétvárosa nagyon jól bizonyítja, soroljam a zenekart, az együtt egymásért, senkit nem akarok kihagyni, 16, közel 16 civil szervezet működik. Az ő támogatásuk, segítésük is a legfontosabbak közé tartozik. Hogyan tudom segíteni? Pályázhatnak a civil szervezetek, sőt vannak olyan pályázati kiírások, amit csak civil szervezetek nyerhetnek el. És ha a pályázati önrészhez a város segít, akkor az egy újabb lehetőség a város számára. Utak, járdákat már említették itt a képviselőjelöltek, ehhez is pénz kell. De sokan megfogalmazzák, hogy nem minden pénzkérdés. Társadalmi munkába is gondolkodom én ebben az elvadult világban. Én bízom benne, ha megszólítjuk a lakosokat, Tétváros lakosságát, oda visszük az anyagot, biztos, hogy segítenek abban, hogy járdák legyenek. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és támogassanak október 12-én szavazataikkal. Köszönöm szépen! Köszöntök én is mindenkit, Bújjáné Csizmadia Hajnalka vagyok, téti születésű, téten lakom már mióta, születésemből fogva. Csak hogy képben legyünk, a Csizmadia Pistának és a Boros Erzsének a leánya vagyok. Láttam, itt azért sokan úgy gondolkodhatnak, hogy ki fia, bolya lehetek, hát ő vagyok, hát én vagyok. Két gyermekem van, Félix és Medárd, munkahelyem is itt helyben van, téten, úgyhogy mondhatom, hogy ide köt tétre minden. Én szeretnék az önök képviselő lenni, mert szeretnék egy szebb, rendezettebb, tisztább várost. Szeretném, hogyha a helyen biztonságosabban közlekedhessenek. Szeretnék, hogyha járdákat, utakat felújítanánk, bicikli utakat. Ne menjünk messzre, itt a Győri út, itt a Gyömörei út, nagyon ráférne egy rendben lakás. Hát izgulok én is. Szóval szeretnék az önök képviselője lenni, hogy az itt élők a lakóhelyükön is lehetőségük legyen kényelmesen intézni ügyeiket, legyen az hivatali dolog, vagy magánjellegű vásárlás, szórakozás. A pályázatokat én is felírtam, hogy fontos, hogy a pályázatokat figyeljük, és minél több lehetőséget biztosítsunk ezáltal a városnak. Aztán még néhány ötlet, amit felírtam, a kamerarendszer. Nem csak a tolvajok miatt, engem nagyon bánt az is, hogyha a temetőbe kimegyek, és nem találom meg azt a koszorút, nem találom meg azt a mécsest, amit kivittem anyukámra. Nagyon bánt az, hogy a szelektív hulladékgyűjtők mellé valaki csak úgy fogják és oda teszik a mindenféle szemetüket, ami nem odavaló. Az én szememet ez bántja. Jó lenne ezeket úgy megelőzni. Felírtam még azt, hogy szórakoztatható programok szervezése minden korosztály számára. Fiataloknak, idősebbeknek, mindenkinek a saját ízlése szerint valamit kitalálni. Kézműves nyári táborokat is felírtam, oktatási intézményeinknek a színvonalasabb tevékenységek a támogatása, közösségi terek kialakítása, ezt én is fontosnak tartom, de erről már hallottunk nem egyszer. Akkor a tanúszobát is felírtam, ennek a lehetőségét is jól megvizsgálni. Hallottam, hogy a kormányzati szinten próbálkoznak ezzel is, hogy régiónként tanúszobákat alakítani, vagy lehetőséget biztosítani, jó lenne ezt a pályázatot is elcsípni.
Aztán felírtam még a piac üzemeltetését én is, hogy ennek a dolgát ugye rendbe kellene tenni. Én is kerestem ezt a piacot. Ezt még lehetne bővíteni akár a bio, akár az őstermelői, akár a kézműves piaccal is. A kézműves esetén nem csak az ipar, vagy ilyen iparci dolgokra gondolok, hanem akár az élelmiszerként, kézműves élelmiszerekre is, a méz, kürtös kalács, savanyoságok, bármi jellegű ilyesmi dolgok. Üzleteknek az idecsalogatását írtam fel, a műveldös jelzőnek a felújítását én is felírtam. A közmeghallgatásokat, a nyilvános testületi gyűléseket én is szeretném, hogyha olyan időpontokban lennének, hogy minél többen itt tudjanak lenni, illetve támogatni az időseket felkaroló civil kezdeményezéseket, ezt is felírtam. És még egy dolgot felírtam, hogy a képviselői díjamnak egy részét szeretném a civil kezdeményezésekre, dolgoknak a támogatására fordítani. Nagyon szépen Dr. Mancs a téma a képviselőjelölt. Kívánok, tisztelettel köszöntöm én is a megjelenteket. Nem mondhatom, hogy nem kenyerem a beszéd, de most mégis nagyon izgulok, hogy ennyi emberről kell beszélnem. Más a témának hívnak, én is téli születésű vagyok, és itt képzelem el a jövőmet is. Jogászként végeztem a Győri Széchenyi István Egyetemen, majd a Sokorú Kft-nél kezdtem el dolgozni. Néhány gondolatot szeretnék én is elmondani arról, hogy mit látnék szívesen a környezetemben, mi az, amit javítanék, hogyha megtisztelnek a bizalmukkal. Nagyon fontosnak tartom én is, ahogy így ezt már előzetesen elhangzott a többieknek a bemutatkozásában, hogy egy szép, rendezett, tiszta városközpontot tudjunk kialakítani, mert ez nagyon fontos lenne a város életében. Fontosnak tartom azt is, hogy a közterületeink megszépüljenek, és ez nem feltétlenül pénzkérdés. Ezért nagyon sokat tudnak tenni a helyi lakosok, vitétiek. Amit még szerettem volna elmondani, az az, hogy a közúthálózat fejlesztését is rendkívül fontosnak tartanám, valamint az, hogy egy támogató gazdasági környezet jöjjön létre a helyi vállalkozások számára. És a jelmondatot azt szeretném én is elmondani, hogy a Tét a városunk jövője, úgyhogy remélem, hogy megtisztelnek bizalmukkal a választásokon. Köszönöm. Köszönjük. Köszönjük. És akkor végére jöttünk a bemutatkozásnak, az ötleteknek, terveknek.